Kisbicskei Zsolt 50 hektáron gazdálkodik. Az idén kukoricát, napraforgót és búzát termelt. Az idei hőség miatt tanácstalanok, hogy mit is érdemes vetniük legközelebb, hiszen csapadék hiányában veszteséges a termelés. A mi vidékünkön pláne, hogy nagy kiesések vannak, ilyen, hát némelyik parcellákon biztos, hogy 50%-os kiesés is lesz. A napraforgók azok talán jobban tűrték a szárazságot, és ottan egy olyan 20-30%-os kiesésről számolhatunk, a kukoricákot bizony pedig 50% is néhol kiesés fog lenni. A cukorrépa sem tűrte jól a forróságot. Az átmérője annyira kicsi maradt, hogy a korszerű gépek csak nehezen vagy nem is tudják felszedni. A napraforgó tovább viselte a szárazságot, hiszen főgyök érzete mélyre hatol. Azonban így is vannak olyan parcellák, ahol csak 7-8 mázsa termést tudnak majd learatni a gazdák. Ez a termés mennyiség messze menően nem fogja fedezni a kiadásokat. Az államnak nem érdeke, hogy asszálysújtotta, tehát elemi csapásként kezeli ezeket a területeket, mivel az esetben tudjuk azt, hogy a törvény értelmében le kell mondani az adókról és a járulékokról. Itt a járulékoknál meg kell említenem, hogy van egy tétel, amit úgy hívnak, hogy lecsapolási járulék. És ez esetben azért a termelő körében, amikor ilyen szárazság van, akkor a lecsapolás illetéket továbbra is kell fizetni. A gazdák már nem bíznak az időjárásban, hiszen az minden évben változik. Bizonyos tartalékot azonban minden gazda igyekszik félretenni arra az esetre, ha nem lenne termése, hiszen valamiből a következő idényre is be kell vetni a földeket.